A játék két héten keresztül mozgatta meg a hallgatókat a 100,1-en. Aki a rádióban nem nyert, a helyszínen újra esélyt kapott arra, hogy megszerezze a fődíjat. Megvan a két repülőjegy, és az úti cél Kijev. Nagyon szépen, köszönöm. Meg a grafiában megy. Igen, két napon keresztül óránként nyerték a játékosok a jobbnál jobb repülőjegyeket. Én, mint műsorvezető, igazán élveztem, mert hogy egyébként ugye egy zárt dolog a rádióban ülni és onnan beszélni a hallgatókhoz. Itt viszont tudtunk személyesen is találkozni több olyan hallgatóval is, aki mondjuk vagy nálam, vagy a kollégáimnál nyert mondjuk már egy bőröntszettet, vagy egy esernyőt az elmúlt két hétben. Itt a helyszínen is nagyon mozgalmas volt, rengetegen játszottak és regisztráltak velünk itt az árkádban. Nagyon népszerű volt ez a játék, szerintem nem is volt nehéz a feladat, úgyhogy mindenki nagyon élvezte. Ez pedig már a döntő forduló a Miami-ba szóló repülőjegyért. A jó megfigyelő képesség és gyorsaság sokat számított. Kristóf, első pont, megvan. Helyes volt a tipp. Kristóf végig vezetett, így megérdemelten győzött. A játékot illetően én úgy vélem, hogy földrajzi tudás is kellett hozzá, illetve nagy szerencse. Ez a kettő. Illetve összpontosítás, mert azért igen. Látom, hogy volt, aki mindig rányomott a gombra. Igen. Kellett koncentrálni, nem lehetett a véletlenre bízni. Miami-ban jártál már, és tudod, hogy kivel utazol, hogyan, erről tudsz-e valamit mondani nekünk? Fú, Miami-ban még sosem jártam, sőt, Ausztrián kívül külföldön még nem jártam, így hát ez egy új fejezet lesz életemben. A nyertes családtagjai lelkesen szurkoltak, és meg is ünnepelték a győzelmet. Kristóf édesanyja pedig azt mesélte, fia csak véletlenül jött velük a bevásárlóközpontba. Ezt mondtam a Kristófnak, fiam, gyere, még egy hely van a autóba, elférsz, eljöhetsz velünk, de mondom, húzzá bele, mert időben ott szeretnénk lenni. Hát aztán készült is, és most mindjárt lájulok, mert olyan boldog vagyok. A Bécsi Reptér és a Győr Plusz Rádió nagyszabású játékában a repülőjegyek mellett a két hét alatt pólót, esernyőt, karórást, sporttáskát, bőröndöt is nyerhettek a rádió hallgatók.